Ingyen sör és örök élet, csak egy kis adományt kérek. Zuglóban, akik szegények, biztos nagyon örülnének. Édes jó Istenem! A minden kevés, és a semmi sok. Ígéretek, üres frázisok. Ahelyett, hogy behúznád, növesz még egy farkat. Látszott, nem is volt nehéz, jó? Kösz, hogy megszavaztad. Igen. Megjelent a Zuglói Újság februári száma októberben. Fordítva. Köszönjük, hogy ennyien eljöttetek ide Zuglóba a Valentin napi adománygyűjtésünkre. Ezt a Zuglói Családsegítővel és a Tükörkép műhelyel közösen szerveztük. Nagyon sok felajánlás érkezett, és ezeket a felajánlásokat Valentin napon fogjuk eljuttatni a rászorulóknak. Addig is várjuk az pénzadományaitokat a Közösségi Cselekvés Bank számla számlájárának a szártárjárákátára. Jövő héten rövid beszámolót fogok arról tartani, hogy mint képviselő mit sikerült intéznem a kassai téri áldatlan parkolók ügyében, illetve mi történik a Neve Nincs Parkban, ahol ugye senki nem tudja, hogy kinek kell takarítani a területet, ezeket mit csináljuk. És a Bosnyák téri pizzériát sem hagyjuk ki, ami ugye köztudomásulag a világ legundorítóbb része és épületegyüttese. Mi lesz a Csömöri úti sportpálya sorsa? Ez is egy nagy kérdés, jövő héten választ kapunk erre. Minden jót mindenkinek, és hajrá Valentin! Igen, jön egy két farkú lény, meggazdagszik aki szegény. Két farkú jön és lát, és mindent valóra.